A megyében főleg a csonthéjas gyümölcsöknél és néhány almatermésnél okozott károkat a téli fagy. A gazdák a kárenyhítési igényüket április 15-ig jelenthetik be. Ezt a Magyar Államkincstár mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerén keresztül tehetik meg. A termelőknek meg kell adni azt a napot, amikor a kár bekövetkezhetett, tehát azt a dátumot, amikor a hőmérséklet mínusz 15 fok vagy annál alacsonyabb volt. Körülbelül 300 fő tett bejelentést 1200 körüli helyrajzi számon, de én arra kérném ezeket a bejelentőket, hogy a mostani időjárás, ami egy hete körülbelül, amikor mióta már ilyen jó idő van, a gyümölcsösök egészen más képet mutatnak, úgyhogy jó lenne a gazdálkodók, még egyszer szemrevételeznék, és esetleg, ha úgy látják, hogy mégse következett be ez a fagykár, akkor feleslegesen az ellenőrzés ne járja fel ezeket a területeket, ha úgy is tudjuk, hogy hiába való, úgyhogy kérném, hogy még egyszer nézzük meg, mert egész más képet mutat most a gyümölcsös, mint ezelőtt két héttel. A kárenyhítés igénybevételéhez növényenként legalább 30%-osnak kell lennie a várható termés kiesés mértékének. A bejelentett adatok valóságtartamát a Földművelésügyi Igazgatóság szakemberei helyszíni szemléken ellenőrzik majd. Azok a gazdák, akik üzletalapú biztosítást is kötnek, akkor ennek a bizonyos hozamkiesésnek a 80%-át kaphatják meg, akik üzletalapú biztosítással nem rendelkeznek, azok ennek a 80%-nak az 50%-át, azaz 40%-ot kaphatnak. A 2017. évi biztosításokat a gazdák még május 31-ig megköthetik. Ezekhez a díjakhoz hazánkban már 5 éve kaphatnak támogatást a termelők. 2016-tól ezt a vidékfejlesztési program keretében igényelhetik. Idén erre 4 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre.